bemutatnám a hírnek különböző kezelő szerveit. Ugye az indításnál kódot kell beütni, utána a gázharral, ami az tekerő gomb, ebben beállítjuk azt a fokozatot, amivel dolgozni szeretnénk. Gázhar állása, display, az egy ugyanolyan menüpontokból, fal menüpontokból álló egység, egy komputer egység, egy táblagép, egy telefon, egy számítógép. Látható a display, középen van egy fordulatszámmérő, valamint, ami mutatóval mutatja a fordulatszámot, valamint középen mutatja az alapjáltó fordulatszámot, 980. Bal oldalon a vízfokfok, majd a jobb oldalon az olajfokmérő. Üzemanyag szintjelzőt mutatja az a diódasor, másik diódasor, az pedig a gázkar állását mutatja, most van full gázon, elkezdne visszavenni. Most alapjáratban van. A gép csak akkor vesz a fordulatot, amennyiben a karokat megmozdítom. Feltekerem be teljes gázállásba. Hozzágyúlok valamelyik karhoz. A gép felpörög arra a fordulatszámra, amire be van állítva. A fordulatszám most jelenleg P állásban 1840. A kart elengedem, visszáll alapjáratra. Mikor a karhoz hozzányúlok, megint feltörök. Elengedem, visszáll. Fordulatszámmal a gépnek a munka sebességet lehet állítani, az erőt nem. Az erő az alapjárattól a maximális fordulatszámig rendelkezésre áll. Van egy, kezdjük a legalacsonyabb fokozattal. Beállítottam a gázkart maximális állásra, látszik a piktogramon, de a user gombot megnyomom, itt átvert user használati módra, és ha hozzányúlok a karhoz, felpörög, de csak 1440-ig vagy 460-ig. Ez user fokozatban ez a maximális fordulatszám. Ez egy olyan fél gáznak felel meg. Most adok neki egy magasabb fordulatszámot, gazdaságos fordulatszámot, ebbetű jelenik meg, hozzá ez a karhoz 1640 fordulatszám, majd adok neki egy még magasabb fordulatszámot, ez már 1740, majd a power fokozatot nyomom be, az már 1840-1860, és akkor van még egy szuper gyors fokozat, amit a baloldali kar alsó gombjával tudok aktiválni. Ilyenkor ezt megnyomom, megjelenik egy súlyemelő emberke, egy folyamatosan gombbal kell tartani a használatot, mert ezt folyamatosan nem lehet használni. Ilyenkor 2000-ig megy fel a fordulatszám, 1980 vagy 2000-ig. Látszik, súlyemelő emberke. A gépnek a szuper gyors fokozata, csak rövid ideig lehet használni. Lehet még állítani az üzemmódokat, üzemmód kapcsoló, itt átváltott, és a hidrikus törőfej üzemmódban, ilyenkor ezzel a pedállal, amit a lábamnál van, a hidrikus törőfejre csöveire ad olajnyomást, de
ez, tehát átváltom kanál módra, akkor hiába lépek rá, nem csinál semmit, nem ad rá a nyomást. Van még a sebességváltó gomb, a képek két üzemi sebességben dolgoznak, egy lassú és egy gyors, teknős, valamint nyúl fokozat tudod lehet váltani. Mind a két fokozat, teknős és a nyúl, előre menetben és hátra menetben is rendelkezésre áll. Display lehet többféle funkcióra használni, beállításra. Például a hátsó kamerát lehet vele aktiválni. Látszik, hogy most a hátsó ellensúlyon levő kamerának képét mutatja a display. Látszik, hogy mi történik mögöttem. Látszik, hogy mi történik mögöttem. Aztán lehet váltani a menüfokozat és a szórakoztató központ között. Szórakoztató központ terülhívó, az MP3 lejátszónak a beállításai jönnek elő, lenne csatarosat, ha mutatná a zeneszámokat, visszalépjön, átmegyünk a menübe, és akkor itt lehet lépkedni a menük és az almenük között. Látszik, mindenféle beállítást el lehet érni, és visszalép. Ez a display. Itt látszik a tanár gyors csatlakozó konzolja. Ebben lehet egy mozdulattal, egy gombnyomással ledobni a kanalat és felvenni egy másikat. Valamint itt van oldalt egy gombokból álló kezelősor, világítás, ablaktörlő, stb. Aztán ebben a gépben van egy rádió. Ez a rádió. Viszont ez mögöttem van, ezért nehézkes kezelni. A kezelő gombjait kihozták egy külön konzolra ide mellé. Ezen a konzolon van a rádió összes kezelő gombja. A sárga villogónak a gombja mégis egy taruzó gomb, valamint a hűtés-fűtés konzolja. Most a legmagasabb fokozatra állítva a fűtés, de légkondicionáló is van benne, lehet állítani a hőmérsékletet, ahogy akarom, és hogy hova fúj a levegőt, valamint a ventilátor fokozatoknak is szintén. Elég hideg van. Legmagasabb fokozaton van a fűtés. Van még USB csatlakozó, fejhallgató csatlakozó, telefon csatlakozó, szivargyújtó töltő, külön szivargyújtó hátul, valamint itt oldalt tájékoztató matricát a gép működéséről, melyik kar mit működtet, és alatta pedig egy olyan táblázat, amelyik a gép különböző kinyúlásainál az emelhető súly nagyságát mutatja. Senki nem figyel rá, senki nem tartja be, de itt van egy matricán. Kezelőkarokon két kezelőkar van, külön gombok vannak, ezen van egy duda gomb, van két funkciógomb, és alul van még egy gomb. Ezen a karon van négy funkciógomb, ezen van a dudán kívül három, az két,
valamint egy pedál, előre nyomva, hátra nyomva, 9 funkciót lehet beállítani rajta különböző szerelvényekhez. Aszfaltmarótól kezdve a csiperetőkanálig, minden hidrikus törőfejig rengetegféle szereléket lehet csatlakoztatni a gépre, amit ezekre a gombokkal lehet működtetni.